Balatonfüred szomszédságában, gyönyörű panorámával a Tihanyi félszigetre Szamos Miklós vendégszeretetét élvezzük. Hamarosan beszélgetni fogunk és feltárjuk titkait. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Nemrég került a kezembe Szamos Miklós Apám királysága című sorsregénye, és bevallom, hogy először szkeptikusan vettem kézbe, mert nem gondoltam, hogy számomra egy cukrásznak az életrajza, illetve a marcipán biznisznek a leírása érdekes lehet, de ahogy olvastam a könyvet, szinte meglepő volt, hogy filmszerű történet kerekedett ki belőle, és ráadásul még a stílus tekintve is elég olvasmányos a könyv, ráadásul több rétegű, egyrészt ugye az édesapáról, a marcipán megálmodójáról van szó, másrészt párhuzamosan fut egy másik sors, a fiúé, Szamos Miklósé. Elgondolkoztam azon, hogy miért sikerült egy szuszra elolvasnom a könyvet, és hogy egy átlag olvasó számára miért lehet érdekes egy cukrász, közgazdász, pénzügyi szakember, azért, mert Szamos Miklós igazi egyéniség. Miért szeret itt lenni Vászlajon? Látod, Öreghegyen. 30 éve járok ide. Először a budafoki szomszédom hozott föl ide. Itt van a szomszédtelken egy nagyon szép náttetős ház, és ott lakott a szomszéd. És ide föl lejött, értem Zánkára, és családostal együtt fölhozott. És akkor azt láttam, hogy körülnéztem, akkor még nem volt közmű, semmi. És ez úgy nézett ki, mint akkoriban egy tévésorozatban, Essex grófság, tehát ugyanaz a táj, Thomas Hardynak a kedvenc tája, és az a tévésorozat úgy bennem volt, és ahogy itt mentem a hegyen, meg sétáltunk, mondom, ez pont olyan. És aztán valahogy úgy alakult, hogy bármikor erre jártam, mindig följöttem meglátogatni a szomszédot, mindig. Gondoltam egyet, mondom, fölugrottam, megnézem Pista bácsit. Tehát ugye ez 82-ben kezdődött, tehát most 35 éve. És 86-ban itt nyaraltam két lányommal Füreden, Bellával és Lídiával. Kisgyerekek voltak, kiskamaszok. És egyik délután mondtam neki, gyertek, meglátogatjuk Pista bácsit. És följöttünk ide Füredről. És Pista bácsi éppen iddogáltak a falusiakkal öten a házba, borosztak. Mondta, jaj, de jó, hogy Miki jöttél, üljél le, kész egy bor? Persze. És akkor elkezdtünk borozni, jó leitattak, hát ők is ittak. És aztán végül mondták, te Miki, figyelj, de van itt egy telek alattunk. Az eladó, illetve eladták, csak visszalépett az eladó, vedd meg, de mondom, minek? Hát vedd meg, valamikor jó lesz még ez, nagyon jó telek. Mandulafák vannak rajta, fiatal mandulafák, meg egy pici faház, egy itka faház. Hát tényleg jó, hát mondom, jó, lerázzam őket, mondom, jó, rendben van, megveszem. De akkor írjunk egy levelet, írjuk meg, hogy te megveszed a tulajnak. Azt ott megírta valamelyik falusi a levelet, én meg aláírtam.
Aztán ők intézték, hogy feladták postán. Csárda van itt balra, és ez itten kicsit lejjebb, itt ez a vendégház. Itt laktunk a Borával, amikor ezt a házat felújítottuk, és egyik nap megjelent Fímó az ajtóba. Hát a száján sem ment többet, itt őrzött minket. Majdnem egy hónapig hol hazament, vagy hazahívták, de mindig jött. És amikor elköltöztünk innen föl a hegyre, akkor futott a kocsi után, futott utánunk. Megsajnáltuk. Rá a következő éjjel a Fimo megjelent a kapuba. Megtalált minket. Az anyja bordói dob, apja vizsla. Hát aztán így indult el az örökbefogadási procedúra. A gazdát kinyomoztam, megtaláltam. A aranyos kis hölgy mondta, hogy mi a helyzet. Mondta, hogy ha akarom, akkor nekem adja a kutyát. És aztán így megszerveztem, hogy hova kerüljön a kutya. Végül is hozzánk került, és a Matyihoz, a vejemhez, az unokáimhoz került Nagykovácsuba. A Fimónak az élete rendbe jött, és az első konfliktus az volt, amikor két harci kutya megtámadta Samut, a Golden Retrievert. Fimó éppen messzebb tartózkodott oda, de meglátta, odavágtatott, és a két harci kutyát leszette, szétszette. A havert megmentette. És nagy tisztelet övezi Fimót azóta nem csak a kutyák között, hanem az emberek között is. Tehát egy fontos összetevője. Annyira fontos, hogyha elveszünk a mandulát belőle, akkor csak a kristály cukor marad. A könyvben nagyon sok szó esik a marcipán bizniszről, ami végül is a Szamos névnek a védjegye a marcipán, és itt a Balatonfürödi piacon is látunk elég sok marcipán figurát. Ugye a kezdeti alak a rózsa volt, és abból jutottunk el most a Mikulásukig. Hát igen, legelőször 1961-ben a József körút 67, harmadik emelet 2 szám alatt a cseléd szobában legelőször csak rózsa készült, marcipán rózsa, amihez kellett egy kis márványlap, egy kés, meg azon kívül semmi. És hát ott készültek először a rózsák, illetve apám meg én is ott tanultuk meg a rózsát. Aztán később lett mindenféle, ez a mindenféle alatt kell érteni azokat a marcipán figurákat, amit cukrászok rátesznek a tortára, és apám a virágok mellett később ezeket is kezdte gyártani. Mindig a divatos figurákat, például nagyon divatos volt a vuk, a kis róka, meg a hupikék, törpikék, meg a béka, meg a kismalac, meg a nyúl, meg az őzike, meg és így tovább, és így tovább. Most eltelt azóta körülbelül 50 év, vagy 55 év, és itt vagyunk a Balatonfüredi piacon, ez mit mondjak, én ide való vagyok, ugye, mert itt a hegyen itt lakom, nem lakom, hanem itt tartózkodok, és a Balatonfüredi piacra járunk le. És most éppen itt vagyunk, és megláttuk, hogy itt van egy ilyen kis bolt, és ahol a felső sorban ott vannak a Szamos marcipán figurák, és ezekről az jut eszembe, hogy körülbelül 40 éves lehettem, vagy nem, annál kevesebb, 40 évvel ezelőtt lehetett, a apámat meglátogattam, és ott sorakozott a rengeteg figura.
egész gicsparádé volt, és mondom apámnak, hogy apa, te figyelj már ide, ez a rengeteg dolog, ez a vuk, meg béka, meg róka, meg őz, meg minden. Ezt nem tudod, hogy ez igazából ez gics? Azt mondja, ez gics? Hát mondom, igen, gics. Hát azt lehet. Mondom, de hát ezért adót kell fizetni, gicsadót. Nem hallottam még arról, hogy van gicsadó? Hát azt mondja, gicsadó? Hát nem mondta senki, a könyvelő sem mondta. Márpedig van gicsadó, úgyhogy én azt javaslom, hogy érdeklődjetek, hogy a gicsadó nem fizetéséből lesz-e valami probléma, az egyik, a másik, hát itt van ez a vuk. Hát ez egy védett, hát ez egy valakinek, a Dargai Attilának a műve. Hát te meg itt a millió számra adod el a vukokat. A Dargai Attila meg nem kap belőle semmit. Hát menjetek el Dargai Attilától, és kérjetek engedélyt, hogy ezt lehet-e csinálni. Így is volt, elmentek. A Dargai Attilát megkeresték, és mutatták neki a kis vukokat, és mondták, hogy ezt ők csinálják, az nézte, jaj, de jó, egyet kiemelt, és belehagyta, jaj, ezt meg is lehet tenni, hát nagyon örülök neki, nagyon jó, hogy tetszenek népszerűsíteni a figurát, úgyhogy nagyon tényleg hát a maximális elismerésem, és erre eljöttek, nem kért semmit. A Dargai Attila nem tudta, hogy milyen összeget kérhetett volna, hogyha eszébe jut, és nem vág bele a mondat felébe. Ez jut eszembe. Na most eltelt 40 év, meg még több, és itt vannak ezek a marcipán figurák. Ez most annyira általános, hogy szinte mindenhol lehet kapni. A benzinkúttól, a kisboltok, nagyboltokig, cukrászdákba. Tehát minden létező helyen lehet kapni. Most kitalálja ki a figurákat, hogy milyen figurák Mindig vannak alkotó kezű emberek, tehát itt szabad a gazda az újításnál, meg a kreativitásnál szabad a gazda. Aki ki tud ilyet találni, az éppen. Volt egy nagyon tehetséges, kitaláló emberünk, és az nagyon ügyes volt, mint kézműves, mint iparművész, mondom én, hogy iparművész. Egyébként zongora tanár volt az eredeti szakmája. És olyan tehetséges és ügyes volt, hogy amikor voltak ilyen kiállítások, minden kiállítást megnyert. Ő már önálló vállalkozó, már hosszú évek óta. És őre az a jellemző, hogyha azt mondta neki valaki, ide figyelj, csinálj egy olyan kígyót, amelyik kajánul röhög a közállapotokon. Akkor az csinált egy röhögő kígyót, és ha valaki megnézte, akkor rögtön látta, hogy ez a kígyó a közállapotokon röhög. Tehát ennyire tehetséges volt. Akkor eszembe jut, hogy Füredi piac, rögtön beugrik a hentes bolt, ahol francia csülöktől kedve van minden. Úgyhogy most megmutatom, hogy milyen csülkök vannak. Pedig még nem is érdeklődtem, hogy van-e. Erről beszéltem, ez a francia csülök, akkor kérek, kettő csülök elég, ugye? Kettőnknek, mert a hölgy nem kér, ugye? Úgy kell elkészíteni, hogy valahogy megpároljuk a csülköt, beburkoljuk savanyú káposztával, és utána kisütjük, és ízlés szerint tízesítjük ezzel, azzal, amazzal. Tehát ennek érteni kell a módját, általában egy adag, egy csülök. Tehát egy Einstein adag az egy ilyen francia csülök, a kisebb adag, vagy egy nagyobb csülöknek a fele ketté vágva, és rápupozva a káposzta. Hát most vettünk két francia csülköt, és meg fogjuk csinálni most az Einstein. Hát soha nem értett, hogy honnan tanultam. Hány süteményt találtál ki? Ami kell, hát nem a kitalás a probléma, hanem gyártásban. Tehát ez savanyú káposzta, amelyet, mivel nem ismert a gyártó, most lemosok, leöblítek. Az a lényeg, hogy koordináljuk a kézi munkát. Mi lesz ebből? Ebből? Einstein. Magyarul? A német-porosz csülök filozófia lép most be. Azt jelenti, hogy a csülök
savanyú káposztával, sütőben sütve. Igen. Mondtam neked. Na jó, de a napi ebéd... Na kérdés. Azt csinálom. Babír levelet ki lehet keresni. Na jó, akkor keresek. Parancsolj, na most a legnagyobb hazugság, hogy a hölgynek kinyitom az ajtót. Szeretesen zárom. Köszönöm. És ezt szoktad hölgynek kinyitni az ajtót? Nekem ez azért emlékezetes, mert egyszer volt egy hölgy, nem is tudom, találkozó, vagy mi a jó Isten. Mondtam, hogy rendben van, elviszem, és oda mentem a kocsinkhoz. Kinyitottam az ajtót, kinyitottam az én ajtómat, és a hölgy meg nem nyitotta ki a saját ajtaját. És ránéztem, és azt mondja, hogy talán ha valaki meghív egy hölgyet, akkor tudja, hogy illik kinyitni az ajtót, mondta nekem. És oda mentem, kinyitottam az ajtót, beszállt, nagyon szigorúan nézett rám, és elvittem, hova megígértem, de soha többet nem voltam hajlandó találkozni vele. Végül is hiába van igaz az illetőnek, akkor is befejeztem vele a gyümölcsöző együttműködést. Mert arra gondolok, hogy azt a kioktatás lehetett volna ilyen elegánsabb is, meg humorosabb is. Már mondjuk ez nem volt nekem vonzó, de azóta tudom, hogy a hölgyeknek mindig ki kell nyitni az ajtót. Ha akarja, ha nem. És általában, vagy régebben hogyan hódított meg nőket? Hogy én hogyan hódítottam meg? Igen. Hát azt sem tudom, hogy meghódítottam nőket. Általában a nők hódítottak meg engem. Judy Fischl, Montreálból, és végül is így aztán innentől kezdve vele nyaraltam. És utána leveleztünk, mikor elment Kanadába, de hát közben bemutatott a familiának, sok minden történt. De lényeg az, hogy elutazott, nagyon sírt, amikor a nyugatiba föladták a rokonok a vonatra, nagyon sírt, hogy jövőre is jön, és mondták neki, hogy hogy jönnél, hát nagyon drága egy út, de ő akkor is akar jönni. Tehát leveleztünk, de aztán jött
Sigrid Meyer rá egy hónapra a vonaton éjszaka Dresda felé. Az NDK-s kislány esete az nem hódítás volt, hanem mivel német volt a kislány, és hát olyan látvány volt, ami lehengem, csak nekem, hanem mindenkit lehengerelt. Hát mondom, úgy is vége van már, ma úgy értem a találkozónak, illetve a látványnak. Azt mondtam, megkérdeztem tőle tolmács útján, hogy hallott-e a Róma és Júlia történetéről. És azt mondta, hogy hallott. És azt mondtam neki, hogy akkor van képzelő ereje, mert én vagyok Rómeó, és ő meg Júlia, hogyha akar. És azt kérdeztem meg, hogy akar-e Júlia lenni. És azt kérdezte, hogy komolyan kérdezem-e. Mondtam, hogy teljesen abszolút komolyan. Miután első látásra úgy beleszerettem, mint Rómeó Júliába, még mindig nem hitt el, hogy komoly, és tanút kellett hívni, hogy én ilyen vagyok, és ez tényleg ez egy soha vissza nem térő alkalom a számára. Aztán igen mondott. De a vége az lett, hogy megkeresett engem még Rostovban, nem is tudom, honnan tudta, hogy arra felé vagyok. 3 hétig átéltük azt, amit a verónai szerelmesek éltek egy napig. Évente nem tudom hányszor följövök ide Tihanyba, az apátsághoz. De mindig eszembe jut valami, mindenről eszembe jut valami. Erről az apátságról az jut eszembe, hogy keresztet vetek. Mindig keresztet vetek Tihanyba, és erről is eszembe jut valami. Tehát elsőves egyetemista voltam, és gazdaságtörténetből vizsgáztam. És a vizsga közben még nem volt rutinom, hát nem tudtam, hogy mikor volt a Tihanyi apátság alapító levele, és erre azt mondta, hogy 1-es is kirúgott. Ez utóvizsgára kirúgott. Hát aztán innentől közben láttam, hogy a könyvben lévő összes adatot be kell vágnom, adatot, nevet, és akkor nagy baj nem lehet. És az utóvizsgán a Berente Iván, aki később az akadémia elnöke volt, ő hozzá mentem utóvizsgázni, és 5-ös kaptam nála. Hát egyrészt tudtam, hogy adatok meg minden, meg ugye a előadást tartottam neki, mert nagyon jó előadó volt, és hát nagyon megmondta, és mondta, hogy hát hogy maga 1-es kapott. Hát mondom, nem tudtam a Tihanyi apátság alapító levelének a dátumát. És milyen emlék fűződik még Tihanyhoz? Hát egy másik nagyon meghatározó emlék az volt, hogy 1966-ban a Szamos családot meghívta a Bergman család itt egy tihanyi villába nyaralni. Na most életemben először nyaraltam, mert addig mindig dolgoztam. Tehát én nekem a nyár az volt, hogy vége van az iskolának, és akkor dolgoztam egész nyáron. Apámnak a cukrász cégén, ahol ő is dolgozott, a Roham utcai termelőbe, vagy a fagylalgyárba, illetőleg a szolnoki épszervállalatnál, a köművesek mellett voltam segédmunkás 2 hónapig, 13 évesen. Tehát végig, vagy a Jákfalvi cukrászdába dolgoztam szintén egész nyáron. Tehát tulajdonképpen nekem a nyár az mindig a munkával volt azonos. És életemben akkor volt, hogy mondták a szüleim, hogy megyünk nyaralni a Bergmannékhoz. Van egy szép villájuk, egy éve vették Tihanyba, és ott mind az egész család ott lesz. És akkor ismerkedtem meg Bergman Ernővel, a híres cukrásszal, aki most itt Füreden cukrász, nagy családdal. És ez egy nagyon meghatározó élményem volt. Nem csak azért, mert akkor éppen elvégeztem az egyetemen az első évet, hanem az, hogy életemben először nyaraltam, és nem is akárhol, egy abszolút luxus villába, egy olyan villába, hogy amikor a teraszra kijöttem reggel, akkor egyszerűen, hogy Adi mondja, szívem vágva fogta
mondom én, a lelkem, az a látvány, az az óriási víztükör, meg a fény, meg a jólét, meg a akaratjai látvány, meg minden. Hát ez külön szobám volt például. És itt nyaraltunk, itt csápoltunk, 12 havers fiú verődött össze a strandon. Bergman Erdő, meg az öccse, meg még a többiek. És hát reggel mentünk a strandra, az este előkeveredtünk valahol, jöttünk, mentünk, mindenféle kalandokon estünk át. Meg még egy élményem volt, hogy kaptam, vagy elvettem, vagy kijelöltettem egy igazi farmert, egy kókusz nevezetű haveromtól, aki nekem ígért, hogy megvehetem tőle, de aztán megbánta és nem akarta odaadni, aztán én meg igazából, hogy így mondjam, kimódoltam, hogy mégis odaadta. És hát olyan fantasztikus volt az a farmer, hogy tehát azóta se láttam ilyet, és ennek az lett a sorsa, hogy 2 év múlva Németországba ellopták a németek, föltörték az öltöző szekrényemet, és ellopták a farmert. Ez fűződik most Tihanyhoz, meg az is fűződik, hogy ugye 30 éve itt vagyok 7 kilométerre a Tihanyi panorámával, ugye ebben a kis parasztházban, és hát rendszeresen, mint egy zarándok, eljövök ide Tihanyba. És a vallásnak milyen szerepe van az életében? Hát ugye engem katolikusnak kereszteltek Rákóczi falván, mert apám, mert Szentendrére nem jöttek föl, hogy megkereszteljenek az ortodox templomba. És a Rákóczi falvai rokonokkal én katolikus templomba jártam, meg hittanra jártam. Tehát igazából katolikus vallásos életet éltem gyerekkoromban. Apám nem volt vallásos. És aztán, amikor viszont Szentendrén voltam, Pesten voltam, akkor meg a nagymamámmal a szentendrei ortodox templomokba jártam. A 92-ben fél évre lejött ide pihenni, és azon a kérdésem, hogy honnan, milyen munkakörben és miért. 92-ben én már önálló vállalkozó voltam, volt egy pénzintézeti közvetítő cégem, aminek az volt a neve, hogy Tribunus. Volt előtte még 2, de ez volt a legtovább fönnmaradó, illetve mind a mai napig fönnmaradt. És ennek volt egy irodája a belvárosban, a Madács utca 2-ben, és ott dolgoztam többet magammal, ügyvédekkel, könyvelőkkel, tehát csupa ilyen emberrel, és az az iroda dolgozott bankoknak, bankhiteleket szervezett, pénzintézeti közvetítéseket, tehát ilyen jellegű munkát csinált, engedéllyel, hangsúlyozom, vagy engedéllyel, és egyik alkalommal februárban eszembe jutott, hogy én ezt, hogy ez már nagyon, hogy így mondjam, unom, elfásultam benne. És eszembe jutott egy 60-as évekbeli Gassman film, Vittorio Gassmannak a filmje, hogy egy vezérigazgató egyik reggel megunta a dugót, kiszállt a kocsiból a dugóban, fölment egy hegyre és remetelett belőle. Az eszembe jutott, hogy ez milyen jó poén, mondom, egyszer én is fogok ilyet csinálni. Hát én úgy csináltam, hogy az irodába az arany spániel kutyámat, a Bertit, mondtam, hogy leviszem pisiltetni. A Madács térre levittem pisiltetni, beültem a Mercedes autómba, elmentem Kelenföldre a Pista bácsiért, mondom, Pista bácsi, gyere, lemegyünk a hegyre, beült, lejöttünk, és kérdezte a Pista bácsi, hogy Miki, meddig maradunk itt, ez február volt. Mondom, Pista bácsi, nem tervezzük a visszamenetelt. Meguntam a pesti iroda életet, és úgy csináltam, hogy így mondjam, rendet, hogy ott hagytam őket, és egy titkárnő kivételével a többi, ugye, mivel nem kapott fizetést, elpárolgott, így az iroda kiürült, én meg itt maradtam fél évig. Utána kezdtem orientálódni a cukrászat felé, és építettem, terveztem egy cukrászdát, megvettem még 2, tehát igazából hamarosan már csak a cukrászattal foglalkoztam. Thank you.
ott van egy cukrász találkozó. Az August cukrászdában volt 2015. február 2-án. Úgyse lesz ilyen több. Itt van August József, August cukrászdából, ez az eredeti August cukrászda. Ez a fiú, most nem jut eszembe a neve, ő egy cukrásziskola igazgatója. Ő Daubner György, a Szépföldi úti óriási cukrászda alkotója, tulajdonosa. Ő Nándori cukrász a Rádai utcából, a Bakács térnél. Ő Szamos Miklós, az én vagyok. Ő a Szamos Marcipán képviselője, Kelényi Ádám, az unokaöcsém. Ő Pataki Ádám, az érdi Pataki cukrászda mostani tulajdonosa. Ő Suján Pál, ő is egy nagyon jó cukrász Beresegyházán. Ő Schweikhardt György, a gesztenye király, a legnagyobb gesztenye gyártó cukrász. Ő Kis Zoltán, Lajos Mizsei cukrász, egy világbajnokságon második helyezett volt. Ő meg Bergman Ernő, a híres Bergman dinasztiának a mostani egyik tagja. Olimpiai bajnok érmet is szerzett, meg több nemzetközi díjat. Nagyon exkluzív és nagyon különlegesen elegáns cukrászdájában Balatonfüreden. A magyar politikai és kulturális elitnek a cukrászdája, nyugodtan mondhatom, mert annyi ilyen emberrel találkoztam ott, legutóbb Makárolyjal beszélgettem halál előtt egy fél évvel. Gutmann Gabriella, Bergmanné, ő is mestercukrász, ő meg August Ibolya, a August Józsinak a ifjú felesége, nyelvzseni, nem lehet tudni, hogy hány nyelven tud. Ez az August cukrászának az emeleti szalonjában volt ez a felvétel. Itt beszélgettünk, itt töltöttünk el egy fél napot. Milyen végzettsége van, hogy építészterveket is tud készíteni? Hát még nem mondtam, hogy tudok, de ezt a házat, ezt igazából én terveztem. A végzettségem gimnázium érettségi, közgazdasági egyetem iparszak, majd később közgazdasági egyetem pénzügyi szak, majd tőzsdei szakbróker, majd pedagógus voltam középiskolában egy évig, majd 16 évig tanítottam számvitelt felsőfokon a mérleképes, hogy így mondjam, tanfolyam vagy szakirányú képzésen. Aranykoszorús cukrászmester vagyok, hiszen cukrászgyereknek születtem cukrászdába. Az egyik gimnáziumban lakatos irányú képzést kaptam, majd a mezőgépnél dolgoztam, ami gépipari cég. Érdekelt a mechanika, meg a gépipar, ott is felszedtem elég sok mindent. Meg aztán 70 éves vagyok, és aki 70 éves koráig nem tanul meg sok mindent, az nem is akar tanulni. Tehát én úgy fogtam fel a dolgot, hogyha valamit látok, vagy csinálok, vagy probléma van, akkor megtanulom. Pénzügyes korában, illetve közgazdászként, meg könyvelőként, meg könyvszakértőként dolgoztam 20 évet. Hát 20 év az elég volt. Szerettem volna megmutatni, hogy a pénzügyi világban hogy lehet eredményeket elérni. Értem is el eredményt, de lecsúsztam arról, hogy abban a világban én igazi karriert csináljak. A 20. évben hiányzott, hogy csináljak már valami más, mert ezt nagyon unom. Bemegyek reggel dolgozni, iroda, írógép, cigaretta, kávé. Hát ehhez képest sokkal érdekesebb a cukrászat. Hiszen én, amint mondtam, édesapám cukrászmester volt. Szinte cukrászdába születtem, a lakásunk is cukrász volt. Én egyetem közben is a cukrászatból éltem. Tehát mások dolgoznak, és estén elvégzik az egyetemet. Én nappal jártam az egyetemre, és estén meg dolgoztam. A könyvben megfogott egy olyan mondat, hogy egy cukrászda olyan, mint egy sziget. Ugye magának egy egész sziget csoportja van. Fiatal koromban, vagy gyerekkoromban kis cukrászdákban dolgoztam. A leginkább szerettem a ma Vámház körút 3-ban lévő akkor Jákfalvi cukrászdát, amit Grosics cukrászdának hívtak, meg Grosics Gyula oda járt a feleségével, aztán a közönség azt hitte, hogy ez a Grosicsé. Nem, ez a Jákfalvi.
Györgyi volt ez a cukrászda, és ott sokat dolgoztam egész nyáron meg, amikor kellett. Ez egy kis cukrászda. A műhelyben voltunk négyen, az eladó térben volt egy pincér 40 évig, a pult mögött dolgozó Gyuri bácsi az egyik tulaj, meg a felesége, meg esetleg a kislányuk, meg volt még két alkalmazott. Ennyiből állt a cukrászda, amely hangsúlyozom, hogy a legforgalmasabb, a legjelentősebb maszek cukrászda volt az 50-es és a 60-as években. Tehát ez egy olyan klasszikus kis cukrászda, ahol minden van. Ahol sütnek, fagylaltot főznek, marcipánt készítenek, gesztenyét főznek, gesztenyepürét csinálnak, lekvárt, befőttet, reggel 7-től este 7-ig főzik a kávét. Tehát ez egy olyan azért zárt világ, mert a hátsó ajtón bejön a piacról a kofa a gyümölcseivel, meg a tojással, meg hozzuk a lisztet, meg a vaníliát, meg a csokoládét valahonnan. Bejön az alapanyag, ami egy nyers, azt mindenki ismeri, és utána meg ott van elől a cukrászda, és a vevő már süteményt teszik, már leül, kávézik, gesztenyepüré, fagyla, stb. Tehát ez egy úgy zárt világ, hogy itt minden van. Termelés, kereskedelem, vendég, pénz, számla, de nem nagyon jön be senki okoskodni, hogy mit hogyan kell csinálni, hanem ez a 12 ember, illetve a főnök mondja meg, vagy akinek olyan tekintélye van. Itt az emberek sokkal többet mosolyognak, itt találkoznak a vevővel, itt a légkör is emberi, ez egy abból élünk, amit ebbe a négy fal között csinálunk, minket fizetnek, a vevők fizetnek, nem azért, mert behajtottuk az adót, hanem adunk nekik valamit. Tehát ez egy önálló entitás, egy cukrászda, az egy intézmény. A Rusz von 180 éves Erzsébet királynő is evett ott süteményt, ez is fennmaradt a krónikában, és kicsit a története érdekelne, hogy hogyan tudta megvenni a Rusz von. Hát pontos bítok, 190 éves, és a Sziszinek becézett Erzsébet királynőről van szó, aki társalkodó nőjével gyakran járt a Rusz Fórumba, sőt, amikor Bécsbe tartózkodott, akkor vonattal úgynevezett ánizsos rudacskákat, ugye ez egy száraz tejasüteményt dobozba rendelt, és kiszállították neki. Tehát arról a Rusz Fórumról van szó, ahol a magyar állami, meg más hírességek a történelem során megfordultak, ismerték, ahol Petőfi Táncsicssal kávézott kétszer is, ahol a Batthyány család süteményezett, a kivégzett Batthyány család, ahol a kivégzett Batthyány, a kivégzés előtti napon a két Batthyány gyerek az anyjával meg a társalkodó nővel ott süteményeztek, másnap az apjukat ugye kivégezték, lelőtték. Tehát erről a Ruszról beszélünk, ahol Schwarzeneggertől kezdve a mai hírességek is megfordulnak, ahol a tájkirályi család 25 fővel kibérelte tájföldről interneten, mert itt akartak egy családi szertartást lebonyolítani, megtörtént. Tehát erről a Ruszról beszélünk, ami a magyar cukrászat mekkája, mert hiszen a magyar cukrászat itt indult. Itt kezdte a működését 1827-ben. Ez a berendezés 1830-ban készült. Dunajszky Lőrinc nevezetű szobrász és egy Kreuzinger udvari asztalos csinálta. Tehát erről a Ruszról beszéltünk, ami benne van a Ajta Jandor által énekelt slágerban. Oly jól esik a légy ott, este a Rusz Fórumnál, mint a mese halk muzsika szál. Fölrepül egy sóhaj, csók fakad a csókkal, nyár tüze vagy hó van, áll a bál. Jöjj ide a várba, s nem maradsz te árva, mert valaki várva vár. Tehát ez a cukrászda, ami ugyanúgy működik, változatlan berendezéssel, meg hagyományokkal, mint 100 évvel ezelőtt. Ezt a Rusz Fórumot a szocializmusban úgy államosították 1952-ben,
megvan a kiértesítő levél egy A5-ös kis papíron, hogy tartózkodjanak otthon ekkor meg ekkor, mert a dolgozó nép nevébe magához veszi a magyar dolgozó nép állama. És elvették attól a családtól, akik egyébként most is ott laknak ebbe a házba, de nem csak a cukrászdát vették el, hanem a lakásokat, minden házat, és bérlőként ott lakhatnak. Az állam meg a cukrászdát átadta egy állami vállalatnak, amely a rendszerváltáskor úgy hívták, hogy Dél-Budai Vendéglátóipari Vállalat, és végig a szocializmusban olyan cukrász dolgozott ott, Lukács István, akivel én is dolgoztam gyerekkoromban, aki apámnak volt a tanulója. Az utolsó tulajdonos meg Tóth Ferenc volt, akivel apám szintén dolgozott az 50-es évek végén együtt egy asztalnál. Tehát erről a Ruszfum, ezt én 1990-ben a privatizálás során a már privatizált Ruszfum cukrászdának elvállaltam az üzemeltetését. Nem nagyon jelentkezett senki, mert a Ruszfum nagyon picike, éppen megszűnés előtt volt, le volt robbanva minden tekintetben. Fantáziát láttak, mert valaki azt hitt, hogy ékszerboltnak jobb lesz. Hát most ugye nevet nem mondok, de ezért figyeltem föl rá, hogy a Ruszfumból ékszerboltot akarnak csinálni, mert az a befektető, megint mondom, hogy nem mondok nevet, a barátnőjének akart egy jó kis ékszerboltot itt a Mátyás templomnál. Megszólalt egy harang, egy gong, a sorsnak a gongja, hogy Szamos, valahogy ezt a Ruszfumot, ezt vedd át, old meg, találd ki, módold ki, vagy valamit csinálj, de ez nem lehet. Hát én gyerekkoromban ott büszkélkedtem, hogy apám a Ruszfumban instruktor például. Hát ez egy nagy szó volt még abban az időben, az 50-es évek végén. És akkor ettől a vegyes vállattól én átvettem üzemeltetésre, haszonbérben, majd 94-ben megvásároltam. Megvásároltam az akkori fölértékelt összegért, 30 millióért, amely a cégbíróság iratok között megtalálható, hogy 30 millió, és ami a mai pénzen, hát körülbelül hát tízzel kell, nem tízzel, a nyugdíjindexálás szerint többel, de én azt mondom, hogy vásárlási érték szerint tízszeresnek kell venni, tehát ilyen vagyonél. A vásárlási ár az a teljes cukrászda mindenestől, szőröstől, bőröstől volt ennyi az ára, azzal, hogy le van kötve a Ruszfum cukrászdahoz, hozzá van kötve az ingatlannak az ingatlan tulajdonos, aki akkor az állam volt, majd az állam átadta az önkormányzatnak, tehát ezzel az örökbérlettel kötött. És akkoriban még védett, kötött és védett, és jogilag is felmondhatatlan szerződéssel hozzá volt kötve. Most ebben az állapotban vettem meg. A cégbíróság iratok között föllelhető, hogy a szakértő, aki az aport listát auditálta, a Ruszfum cukrászdát 90-ben 30 millióra értékelt. Az jut eszembe erről a tóról, hogy ide nagyon sokszor jövök, nyáron is. Hát forrásvízért is, meg más miatt. Sokan járnak ide, itt ilyen kulturális eseményeket szoktak rendezni ezen a vízi színpadon. Egyszer Habsburg György és a felesége is itt volt, és mellettük ültem. Őt is meghívták, és eljött. Tehát ez egy nagyon ismert, ez a Szentjakab forrás, meg ez a tó, meg a vász, hogy az utóbbi időben szófoglaskori település. És most, hogy ide jöttünk, körülbelül olyan plusz 4 fok lehet, plusz 3-4 fok van, most hidegnek érezzük, mert mi nem szoktuk meg a hideget. Ugye eszembe jut a poén kedvéért, hogyha lenne itt közönség, vagy valakit meg lehetne botránkoztatni, akkor szívesen megcsinálnám, hogy levetkőzök gatyára, és bemegyek a tóba. És beleempergek a sárba, iszabba, aztán kijövök. Ebben a mozgalmas, munkás életben mennyire fért bele a család? Hát úgy fért bele, hogy 20 éves koromban nősültem,
A feleségem is arra az egyetemre járt, tehát egy évvel utánam, és hát így ez külön romantikus történet, hogy házasodtunk össze alig 20 évesen. Tehát összeházasodtunk, az egyetem mellett laktunk körülbelül 500 méterre, ugye ez egy előnyös helyzet. Együtt tanultunk szinte, tehát ez maga volt a kényelem. Esténként nem kellett elmennem a kocsmába, úgy mint a többiek, sörözni, meg társasági életet keresni. Nem kellett hajtanom a hölgyeket, meg izgulni, hogy mi lesz, meg hogy lesz, hanem én egy családi életben, egy otthon mentem. Tehát hazamentem, feleségem volt, és hát a tanulás, meg egyébként, hát végeztem a dolgomat. Egyébként akkoriban nagyon sokat olvastam. Történelmet taglaló könyveket, meg igazából majdnem minden, de a filozófia az mindig egy kicsit olyan, az közel állt hozzám, azt sokat tanultam. Mondjuk én államvizsgáztam is belőle, meg egyebek, de az megmaradt ilyen nagyon kedves témának. A könyvből az is kiderül, hogy 5 lánya van. A legidősebb 47 éves, a legfiatalabb meg 36. És a 8. unoka most már biztos, hogy meg lesz. Rákóczi falváról származom, így mondhatnám, ott születtem. Hát az, hogy álma, meg tervez, meg ilyesmi, hát az a világ rendje, hogy a férfi embernek családja van és gyerekei vannak. Ezzel nekem soha az életben ezzel nem gondolkodtam, hogy mit szeretnék. Hát az jön magától, hát ez a természet rendje, hogy a férfi ember családot alapít, a családját eltartja, őrzi, vigyázza, a gondokat magára vállalja, a mesterségét megtanulja, és fölneveli a gyerekeit. De azt mondom is, hány lesz, amennyi születik, annyi lesz. Mennyire szoros a kapcsolat a gyerekekkel? Mert úgy képzelem, hogy nagyon elfoglalt lehetett. Volt, amikor nagyon, de nagyon elfoglalt voltam a 30-as éveimben. Tehát ezek változott, tehát hogy így, hogy úgy. De hát mivel mondtam, hogy a 3 gyerekem született 28 éves koromig, és akkor tényleg sokat dolgoztam, de hát volt egy otthonom, volt egy családom, gyerekeim, és az a 3 gyerek az maga a szórakozás. Nem tudom, hogy mások mire gondolnak. Hát a 3 gyerek az egy buli. 3 lány is? 3 lány, igen. Hát az nem munka meg teher, hát az fordítva, tehát az már egy érdekes dolog. Meg jó dolog, hát az egy társaság, egy 3 gyerekes család az egy társaság. Hát az már egy közösség, ott egymást. Hát az én lányaim igazából a gyerekkorukban a házi munkát, szóval minden tevékenységet tudtak csinálni. Úgyhogy, tehát ez nem volt teher, ez inkább könnyebbség volt. 2016 óta lehet olvasni arról, hogy a Nussbaum körül botrányok vannak, pontosabban az első kerületi polgármester úgy tűnik, hogy el akarja venni öntől a Nussbaumot. Nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy az ember tulajdonosként dolgozik valahol, vagy úgy dolgozik, hogy megállapodott, hogy az ő munkájáért valaki mit fizet. 1994-ben én megvásároltam egy szerződéssel a Russzfun cukrászdát is, meg a Korona cukrászdát is. Ezt a szerződést be kellett terjeszteni az akkori törvények szerint az önkormányzathoz, aki ezt tudomásul vette, és írt egy kiutaló határozatot, hogy tekintettel arra, hogy X cég, Budavár RT eladta a cukrászdákat a mostani Russzfun Kft-nek, ezért ő azt tudomásul veszi, és kiutalja a helységet, ez egy szakszó, és a bérleti jogot átadja. Tehát ez egy örök bérleti jogot átadja, és tudomásul veszi, hogy vásárlás útján a helységnek a bérleti joga ugye most már nem a Budavár RT-jé, mert a Budavár RT a benne lévő cukrászdát eladta a Russzfun Kft-nek, és a bérleti jogot is eladta, és ő így, mint harmadik fél, mint hatóság, mint ingatlan tulajdonos, hangsúlyozom, nem cukrászda tulajdonos, hanem csak az üres ingatlan tulajdonosa, tudomásul vette és jóvá hagyta, és belépett ebbe a szerződésbe. Tehát ez egy örökbérleti jog volt. Majd
A jogszabályok változása folytán az állam hozott egy olyan passzust a önkormányzatok bérleti jogviszonyánál. Ezt a Boros kormány hozta 1993-ban. Úgy hozta, hogy most már, ha fölmondanak egy helyiséget, akkor nem kell indokolni. De ezt a fölmondási jogot, ezt csak 10 évvel későbbre helyezte hatályba, tehát 2004-ben. De ez nem azt jelenti, hogy el lehet venni, ki lehet sajátítani, meg le lehet rabolni, meg ki lehet fosztani, meg tönkre. Ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ez egy forma arra, hogyha egy helységet fölmondanak, vagy bérlőcserét akarnak, és minden egyéb feltétel megvan hozzá, akkor formailag nem kell odaírni, hogy ezért, mert ezért. Tehát az írásban nem kell odaírni, és ezt úgy fogták föl, hogy ez egy új jogot ad az önkormányzatoknak, hogy ez nem új jog, hanem csak megfogalmazta egy kicsit, hogy így mondja másképpen. És ezért az önkormányzatok 10 évig nem csináltak semmit általában, mert ez nem lett hatályba helyezve 10 évig, de utána elindult az, hogy kérem szépen itt végül is a helységeket fölmondjuk, azt elveszünk, azt odaadjuk másnak. És az a botrányok botránya volt az országban. Na most a kis emberek, ez 20 ezer embert érintett kisvállalkozót, ezek félnek. Féltik a vagyonukat, féltik a megélhetésüket, az életüket féltik, és mindenféle kompromisszumba bele akarnak, vagy belemennek, és aláírnak, hitegetik őket, hogy ez csak formaság, írd alá, hogy 5 év múlva lejár, majd meghosszabbítjuk, hogyha lejár. De tudod, ezt most egy ilyen szabályt hoztunk, hát nem tudunk tőle eltérni. Magyarul behúzták a csőbe a kis embereket, a sajtó is erről írt, és nagyon sok ilyen ügy volt, hogy az embereknek az addigi életüket, egzisztenciájukat elvették. Az önkormányzatnak van egy olyan vagyonpolitikai döntés, amely szerint a határozatmentes életes szerződéseket határozat idejű átalakítani. Először a kisvállalkozó az adót nem tudja befizetni, majd a szállítót, meg ezt, meg azt. Igazából becsődöl. És akkor az adósság fejébe elvették, ami ott volt. És a várba elvették, aztán most 120 be van zárva, ott nincs 120-ban, nincs legalább 500 munkahely, ennyi munkahely megszűnt. Ezeknek az adófizetése több sok százmillió volt előtte, a bérleti díj fizetése is nagyon jelentős, nagyon sok, ez mind nincs. Azért, mert a polgármester olyan helyzetet teremtett, hogy üresen, bezárva, pókhálósodva, porosodva ott vannak az ország közepén, az első kerületben, és senki nem vonta még felelősségre. A végkirektel ellentétben nem mondtunk fel 120 bérlőnek. A 120 bérlőből néhány megszűnt, valószínűleg azért egyébként, ezek a bérlők nem is nagyon akarták, ezekre nem voltak jogviták. Két-három olyan eset van, ahol a bérlő nem fogadta el ezt a módosítást, ez az egyik a szomos úr. Ez nem normális, hogy 120 üzlet, ami tudott, ami szolgáltatást nyújtott, ahol munkahely volt, ahol adót fizettek bért, ez most mind nincs, mert a polgármesternek van ilyen hatalma, hogy kiürít, meg üresen hagy 120. Most azt szerette volna, minden erre utalt, mert ez egy sok éves tortúra Ruszum ellen, hogy én zárjam be a Ruszfurmot, meg a koronacukrászdát, amit már kétszer átépítettem egyébként. Kétszer. Például azt nyilatkozta a polgármester a televízióba, hogy Szamos ahelyett, hogy felújítaná a cukrászdákat, helyette hazaviszi a pénzt. Hordja haza a pénzt. Azt vettem észre, hogy ebből csak kiszedik a pénzt, forgatják a termékeket, vagy az értékelést, de valójában olyan nagyon nem adnak hozzá ehhez az ingatlanhoz. Hát először is a cukrászdák tökéletesen föl vannak új, nem is egyszer, meg sőt, még át is lettek építve, sőt, a megépítését is az én jogelődöm hajtotta végre, és a megépítésnek az árát én kifizettem, amikor megvásároltam. He said there is no reason, and the truth is plain to see, but I wander through my plane car.
face at first just ghostly. Turn a wider shade of me. Azt tapasztaltam, hogy ezekre nem fordítottak elő felújítást az elmúlt időszakban, ugyanaz a 70-es évekbeli dizájnja maradt. A korona az botrányosan néz ki. Igen. A korona az botrányosan néz ki. A korona az botrányosan néz ki. Hogy zárjon be, és akkor altatják egy évig, be lesz zárva, aztán majd valaki jön, elmondják, hogy ez egy milyen jó bolt, és akkor majd valakinek odaadják az egészet. Ingyen. Hát az ingyen az csak a önkormányzat felé ingyen. Egyébként meg nem ingyen, tehát ezt így kell érteni. Tehát az áru alap, amit kínálgatunk, hogy vegyetek, meg az nő két ilyen híres cukrászdával. Tehát én ezt így kombináltam ki, így számoltam, hogy ez a cél, mert nincs más magyarázat erre a 7 éves, most a 7 éves ez a tortúra, amelynek az a lényege, hogy a bérleti díjat emeljen föl, abban meg is egyeztünk írásban is, de amikor az egyesség ellenére nem számlázták ki a bérleti díjat. Úgy vették, hogy az mintha nem is lenne. Pedig megegyeztünk írásba. Jogilag egy új bérleti szerződésünk van, ami pont a mostani díjnak a duplája. De hangsúlyozom, nem számláztak ki, és igazából letagadták, hogy az mintha nem is lenne, holott írás van, tehát levelezés útján létrejött szerződésmódosítás történt. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ebbe azt akarták, hogy a szerződés úgy módosuljon, hogy én 5 év múlva ingyen odaadom a 2 cukrászdát az önkormányzatnak. A Ruszund családtól Ruszundig most 1952-ben államosították ezt a telket, tehát ez ma nem Ruszund, hát csak a nevzetek azok, mert tőlük ugye elvették ezt a cukrászatot, és aztán ez a bizonyos délhozai vendéglátóipari vállalat privatizálta a 90-es évek elején, vagy a 80-as évek végén, elég kalandos körülmények között, de ez ma már a azt hiszem, hogy a üldözés nem terjed ki erre. A 2 cukrászda piac értéke jelenleg 500, egyik 200, a másik 300 millió. Tehát ingyen adjak oda egy egész élet, egy családnak az élet munkáját, meg vagyonát, meg mindent, ugye tartalmaz a cukrászdát, ingyen adjak oda. Egyrészt a szerződést azért kellett fölmondanunk, mert mondanunk, és egy erről ezt nem voltasztuk föl, egy fennmondási időszak van, mert a bérlővel a 20 évvel ezelőtt megalakított bérleti díj valorizálásán, emelésén, a rendeletnek megfelelő szintű emelésén nem tudtunk megállapodni. Ez van a szerződésben. Nem az volt, hogy ingyen, hanem az, hogy térítésmentesen én átadom. És majd ők eldöntik 5 év múlva, hogy én dolgozhatok-e még ott-e vagy nem. Most mondta a polgármester tévékamerák előtt, hát hogyha én aláírok ilyen dolgokat, meg igazából én önként lemondok a cukrászdáról 5 év múlva, akkor lehet, hogy megengedi, hát ugye erről videófelvétel van. Próbáltunk már nagyon sok mindent tekintetben végigzomborázni. Most éppen megint ott tartunk, hogyha van megegyezés, ha van megoldás, akkor mi természetesen nem a Ruszkur ellen vagyunk, hanem azért vagyunk, hogy azt a fajta versenyelőnyt vagy versenyhátrányt, ami az összes többi fizető helységbérlőre vonatkozik, és rá nem vonatkozik, azt valahogy kompenzál ki. Tehát én, aranykoszorús cukrászmester, Szabos Miklós, lehet, hogy a polgármester kegyelméből 27 vagy 30 év után lehet, hogy én engemet még megenged dolgozni. Sem krémest nem akarunk elvenni, sem másnak nem akarjuk odaadni a Ruszkurmot. Ez a polgármester, Nagy Gábor Tamásnak hívják,
ez nem nagyon hivalkodhat nagy munkasikerekkel. Semmiféle olyan szándéka nincs az önkormányzatnak, hogy ott ne lehetne akár Szamos Miklós által is. Soha nem teszi hozzá, hogy a Szamos azért nem írja alá a szerződéseket, mert az van benne, hogy adja nekem a cukrádát 5 év múlva. Ezt letagadja. Hanem arra hivatkozik, hogy másokkal megegyez. Igen, másokat sikeresen megzsarolt, majdnem mindenkit, és ezek a megzsarolt emberek tényleg aláírták, hogy főnök, tied a bolt 5 év múlva. De hát ezek a boltokban nagyon sokban nincsenek beruházások, csak polcok meg, tehát ilyen kereskedelemre használják, tehát nem mindegyik tartalmaz ilyen értéket, vagyonértéket, tehát egy ilyen intézményt, az a valamikori üres helység. De hangsúlyozom, hogy zsarolással írták alá, és jajgatnak és sírnak, mert elveszik tőlük. Most is van ilyen, még perek is vannak, azt is letagadja a polgármester. Itt ennyi a történet, szeretnénk, ha a jogszabályok és a tulajdonosi döntések mindenkire azonos módon lennének érvényesek. Nagyon sok kedvezménnyel, nagyon sok körülménnyel próbáltuk ezt eddig megoldani. A bérlők magatartása az elengedhetetlen. Na ez a háború zajlik 7 év óta, és hát én meg megfelelő ellentámadást indítok a polgármester ellen. Ő támad engem sunyi módon ilyen levelekkel, de a levelet sem írja alá, hanem valamelyik alhivatalnok sunyi módon írják a paragrafust, ami nem is vonatkozik ide, és én meg utána nem védekezek, hanem támadok. Úgy is mondhatnám, hogy az egyetlen idegenforgalmi nevezetesség a várba, amire külön úgy céllal jönnek, hogy már amikor elindul Németországon, már ki van jelölve a rossz forró. Semmiféle olyan szándéka nincs az önkormányzatnak, hogy ott ne lehetne akár Szamos Miklós által is. Ez a polgármester, úgy is mondhatnám, hogy semmit nem ért el, jelenleg bűvádi eljárás alatt áll az ostoba lakás mutyiai miatt, ügyészségi vizsgálat alatt áll. Ezt a sajtó folyamatosan szellőzteti, és Lázár János miniszterelnök egy kormányinfon elmondta, hogy nem ért egyet a Nagy Gábor Tamás tetteivel, de egy pártba valók nem ért egyet, egyébként meg ügyészségi vizsgálat folyik ellene. Tehát ez közhírre van téve, ez a hivatalos helyzet most. Én meg nyilvánvalóan nem hagyhatom, hogy akár a Ruszun cukrázzának, akár az én családomnak egy ilyen ember kárt tegyen benne. Soha még háborút, harcot nem vesztettem el. Nem hiszem, hogy az utolsót el fogom veszíteni. Ha meg ne adj Isten elveszném, akkor meg dicsőséges hősi halott leszek. A cukrászat személyhez kötött szakma, a Ruszmorban az édesapja is tanított be receptet a cukrászoknak, és ha megmarad a Ruszmorm, kinek lehet továbbadni a stafétabotot? A stafétabotot, mivel egy családi tulajdon van, és a Szamos család népes, és hát ha valaki kiesik a sorból, akkor a másik a helyére lép, úgy, mint a napoleoni háború, meg kilőttek egy katonát az első sorból, a második sorból valaki a helyére lépett. Tehát itten ilyen gond nincs, hogy nem vagyunk elegen. Hát ez családi tulajdonban fog maradni. Ha meg kell, akkor a más cukrász dinasztiából cukrásszal megerősítjük a családot. A magyar cukrászatnak a kezében is, egy magyar cukrász családnak a kezébe kell, hogy maradjon a Ruszulm, és ezért én mindent meg fogok tenni, hogy így legyen. Egyébként, hogy 71 éves vagyok, de édesapám 84 éves korában halt meg, és 78 éves koráig aktívan dolgozott. Édesanyám 96 éves, most volt a múlt héten 96 éves, és nincs ismert betegsége, úgyhogy a számtani átlag meg a genetika alapján még én 10 évvel számolhatok. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can.
can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to deal in time. It's easy. Karam óta szeretnék és gyűjtök lóra, és tavaly december 6-án kaptam meg a lovamat, akit egy évig kerestünk, és azóta is nagyon szeretem, és nekem a legjobb ló, amit találtunk, versenyekre járunk. Ez a ló azért is nagyon fontos nekem, mert a nagypapám vette, akit mások csak Szamos Miklósnak hívnak, de nekem a papám. Kánisz Gabriella a budaörsi Szamos cukrászának a fő cukrásza. Eredetileg, amikor idejött, akkor díszítő cukrász volt, és azt úgy alakult a dolog, hogy fő cukrász lett az én legnagyobb örömömre. Most éppen megvártuk, hogy vége van a műszaknak, és megy el, és a vendégeim, mert tegnap előtt egy balatoni Miakő nevezetű vendéglőben desszertként málnás csokis múszt kért a vendégem, és nagyon ízlett nekik, de mondtam, hogy nekünk, nálunk is nagyon népszerű a csokis múszt kocka, és mondtam, hogy majd itt is kóstolja meg, és megkóstolták, és hát tényleg hát olyan, tehát az ott van, hogyha nagyon ott van, de mégis mondok Gabikának most egy tanácsot, meg egy észrevételt mondok neki. Tisztelettel, a legnagyobb tisztelettel mondom. Gabika, nehogy úgy értse, hogy én most nem, mert ugye, tehát csak az lenne a kérésem. Drága Gabika, így kell beszélni a cukrászokkal, meg megsértődnek. Drága Gabika, a málnás málna velő. Kicsit markásomban legyen ott. Rendben, változtatunk rajta. A Gabika, hogy mindent meg lehet vele beszélni. Minden. Ugye? Így van, persze. Hát úgyhogy innentől kezdve el van intézve a csokis, málnás csokis múlsz. Az olyan lesz. Ő a nagy újító. Köszönöm. A cukrászdákban új süteményeket csinál, imádják a vendégek. Ilyen jó még a cukrászda, soha nem ment az elmúlt 22 éve. Gabikát meg puszilom. Annyira hálás vagyok neki, hogy ilyen pult van. Ez a műhely része, ahol a napi termés itt készül. Van egy ilyen óriási statikus sütőnk, ami forog, 10 lemez belefér, tehát hogy minél hatékonyabb legyen a termelés. Az asztalok és a gépek segítségével készülünk el az összes termékkel. Frissen készül minden nap minden. 3 gyúrógép segítségével gyúrjuk be a tisztákat, nem kézzel, és a gázon, meg a gázos sütőn, meg a krémeket főzzük le, hogy minden tökéletes legyen. Jó napot kívánok! Tessék, Szamos cukrászda! Persze, nagyon szívesen. Hány szeletes legyen? Hát van 8 szeletes, 16-os, és akkor 24-es, 32-es. Mikorra kellene, és hányan lesznek?
Persze, marcipán burkolatot javasolnék, esetleg marcipán rózsa, vagy valamilyen figura. Hány évesnek lenne? Hölgynek, férfinek? Hölgynek. Rendben, akkor esetleg 5 darab, vagy 3 darab nagyobb marcipán rózsa levéllel. Rendben, esetleg egy személyes egyeztetés miatt be kellene jönni, és akkor képet is tudunk csatolni, vagy ez elképzelést meg tudjuk beszélni. Jó, nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. További szép napot, viszonthallásra. Maga szerint mi a titka annak, hogy a szamos cukrászdák Budapesten is, Budaörsön is ilyen népszerűek? Hát a sütemény mindenek felett. Házias íz, odafigyelő kiszolgálás, ahogy készítik a cukrászok, a szívvel, lélekkel van. Belesüti a cukrász a szívvel.